Itt állunk a Kerék utcán, a hulladékudvarban, és mellettem Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Igazgatója, és őt kérdezem a kialakult helyzettel kapcsolatban, hogy mi a helyzet a városunkban a hulladék szállítással, hogy működik-e rendesen, illetve a hulladék szelektív kukák ürítése is rendesen működik-e. Igen, ugye mindannyiunk életét eléggé felforgatta most ez a vírusfertőzés. Ettől függetlenül igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a normál ügymenet szerint történhessen a hulladék szállítás és ártalmatlanítás. Ennek megfelelően jelen pillanatban semmiféle fennakadás nincs a hulladék szállításában, gyűjtésében és ártalmatlanításában. Kétségtelen, néhány olyan korlátozó intézkedést bevezettünk, ami a kollégáknak a biztonságát szolgálja. A fő cél az volt, hogy igyekezzünk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktust az ügyfeleinkkel. Ebből kifolyólag a Korányi utcán, illetve a Bokréta utcán található ügyfélszolgálatunkban a személyes ügyfélszolgálatot, ügyintézést megszüntettük. A telefonos, elektronikus, e-mailes, honlapos ügyintézés teljesen megfelelően működik, megfelelő űrlapok ott találhatóak, ügyfél letölti, kinyomtatja, kitölti, visszaküldi, kiválóan működik a rendszer. Hulladék kezelő telepeink Kisvárda, Nagyecsed, Nyíregyháza, itt csak a szerződéssel rendelkező partnereinktől fogadjuk a hulladékot, tehát az egyedi beszállításokat, a készpénzfizetéseket nem fogadjuk, ezért kérjük a lakosságot, hogy ezzel ne is jelentkezzenek a hulladék lerakóknál. Ahogy látszik, és a hulladékudvaraink azok működnek, tehát ide a lakosság behozhatja az eddigiek szerint a hulladékot, annyi, hogy itt is a elemi higiéniai szabályokat mind a dolgozónk, mind a vendégeink kérjük, hogy tartsák be. Itt még specialitás Nyíregyháza Kerék utcán, a újonnan megnyitott újrahasználati központ, határozatlan ideig most ezt sem fogjuk használni, tehát ott sem leadás, sem tárgyak átvétele jelen pillanatban nem történik. És mi a helyzet, ha bárkinek bármilyen kérdése van, az ügyfélszolgálatot kereshetik-e, illetve ha kereshetik, akkor mikor és hogyan? Telefonos ügyfélszolgálatunk gyakorlatilag munkaidőben működik, sőt szerdai napokon reggel 7-től este 7-ig 12 órában elérhető. Tehát még egyszer elmondom, a vegyes hulladék szállításban nincsen fennakadás, a szelektív kukákat ugyanúgy gyűjtjük, a biohulladékot ugyanúgy gyűjtjük. Ha esetleg valami változás állna be, ugye nálunk 300 fő fizikai létszámot kell napról napra kiállítani, ha itt valamilyen okból a létszám csökkenne, akkor bejelentjük, hogy milyen intézkedéseket hozunk, de a vegyes hulladék gyűjtése az heti rendszerességgel minden körülmények között meg fog történni.